2009-es évet úgy zártuk, hogy a 105 köbcenti feletti kategóriában volt piacvezető a cég regisztráció tekintetében, és ugye a 105 köbcenti alatti kategóriában, ahol számos új modell jelent meg, és ugye a válság hitel jellege, hitelválság jellege miatt előtérbe került, amiatt, és valóban nekünk viszonylag kevesebb modellünk van a 105 köbcentis kategóriában. Itt összességében a második helyet szerezte meg 100 darab különbséggel a Suzuki regisztrációban. A mi stratégiai célunk az az, hogy a 105 köbcenti feletti kategóriában piacvezetők legyünk. Van olyan márka kereskedőnk, aki úgymond összeköltöztetett több márkát, ugye úgy próbálja átvészelni a válságot. Van olyan márka kereskedés, aki bérleményt zárt be, és a saját tulajdonú kisebb bemutatóteremben üzemelteti a kereskedést. Ugye itt ami számunkra fontos, mint importőr számára és a márka számára, hogy ez ne menjen a szolgáltatások rovására. Még mindig a Suzuki hálózat a legnagyobb, és azért ezzel sikerül földrajzi értelemben is egy jó minőségű szolgáltatást kínálni a számos Suzuki vásárló számára, akik már ugye 10-15 éve hűséges vásárlója a márkának. A nagymotorok specialistája a Suzuki, már az elmúlt években is mi sok 3 millió forint érték fölötti típust adtunk el. Tömén gondolok itt a Hayabusa-ra, vagy a GSX-1000-esre, ami volt, hogy piac első volt a regisztrációt tekintve, vagy WZR 1800-asra, ami szintén egy slágermodell a magyar piacon. Tehát van bőven olyan modellünk, ami húzó lehet. Nyilván most ez egy kicsit átstruktúrálódik a középkategóriára, tehát én úgy szoktam mondani, hogy ez az 1,5 és maximum 2 millióig terjedő középkategóriás modellekre. Ez részben összefügg azzal, hogy a vásárlói szokások olyanok, hogy a vevők nagy része az hétvégén túrázik a motorral, akkor van ideje rá. Részben meg mondom, válságjelenség, tehát nehezebb értékesíteni 2 milliónál drágább motorkerékpárokat. Hasznos gyári extrákat adunk a motorok mellé, az adott esetben még egy 2 milliós motornál lehet 250 ezer forint. Tehát most sokkal inkább ebben az irányba megyünk, mint az, hogy a hitelezést ösztönözzük. Sajnos egy kicsit beteg módon is ilyen szitokszóvá vált a maga a hitelfelvétel. Nekünk rá kell érezni a piac igényeire, azokat kell tudni kielégíteni, és úgy gondoljuk, hogy most talán ez a leghatékonyabb megoldás. A stratégiai partnerünk a Motoros Akadémia. Ők építettek egy új pályát, pár hete készült el, ami nyugodtan állíthatom, hogy Magyarországon egyértelműen a legjobb, de európai színvonal is az egyik legjobb vezetéstechnikai pálya. Velük együttműködésben szervezünk velük, és a dílerekkel, a márkakereskedőkkel együttműködésben szervezünk teszteseményeket ezen a pályán. Maga az iskola rendelkezik nagyon sok Suzuki tesztmotor kerékpárral, és mi is kiegészítjük ezeket. És a márkakereskedők szervezett és nagyon biztonságos körülmények között zajló, hiszen itt ezen van a hangsúly, hogy ez a pálya, tehát maga a vezetéstechnikai pálya és a Hungaroring egy olyan környezetet kínál, ami nagyon biztonságos. Ide szerveznek a márkakereskedőink tesztnapokat. Van a vállalatnak egy európai kezdeményezése, az az angol elnevezés, hogy European Suzuki Days. Európa 11 neves versenypályán szerveznek pályanapokat, a szónak nem a hétköznapi értelmében. Például amelyik eseményhez mi csatlakoztunk, mint Magyar Suzuki ZRT, az egy augusztus elején, másik Amerika 4-én megrendezésre kerül brunói pályanap, tehát MotoGP pályán lehet pályamotorozni.
nem kizárólagos, olyan értelemben, hogy nem csak Suzuki motorkerékpárokkal lehet részt venni az eseményen. Ott VB menők az instruktorok, ahogy mondtam, európai szervezés a pályanap. Vannak normál pályamotorozási lehetőségek, GSX-es, van GSX-er teszt lehetőségek, videófelvétel készülésen, és egyáltalán úgy gondolom, hogy a brünói pályamotorozni az egy nagyon nagy élmény. A magyarországi szervezést, regisztrációt az eseményre azt a Fullgáz üzemeltette, a GSX-er klub vállalta fel, hiszen ők nagyon aktívak ebben a témában. Ők a maguk hat eseményé közül az egyiké nevezték ki ezt a brünói pályalehetőséget, hiszen ott a klub Tokió némelyikének ez régi álma volt, hogy a brünói versenypályán elindulhasson. Éves jubileumát ünnepli a GSX-er sorozat, és az ászlós hajót, a GSX-er ezrest egy hazai márka kereskedővel együttműködésben, a Fullgázzal elkészítettük a Suzuki 8-órás versenygyőztes, tehát 2009-es Suzuki 8-órás versenygyőztes versenymotor, Yoshimura Suzuki versenymotor fényezésével, ez Mike Tamás kezemunkáját dicséri. És ezen felül olyan versenysport kiegészítőkkel láttuk el a motort, ami úgy gondolom, hogy megint csak európai viszonylatban egyedülállóvá teszik a járművet. Összesen 10 darab készül ebből a limitált kivitelből, nem is terveztünk többet. Olyan teljességigénye nélkül olyan extrák találhatók meg, mint a Marquezini felnik, vagy a Yoshimura kipufogó rendszer, vagy a Brembo fékek, és sok apró gyalánkság, ami úgy gondoljuk, hogy nagyon kívánatossá teszik a motort, és a sportmotorok között egyfajta presztist, egyfajta rangot jelentenek. Nyilván mindegyik darab sorszámozott, tehát a gazdája méltán büszke lehet rá. Természetesen, amikor az árát meghatároztuk, ami 4,4 millió forint, minden extrát beleértve, akkor az is szempont volt, hogy az érték, amit adunk a motor mellé, az jóval többet képviselje, mint az a 700 ezer forint árkülönbség, ami a mostani lista árhoz képest van, az kb. 2 millió forintot ér, ami extraként a motoron szerepel. A Gradius modellhez, a Bandithoz, a GSR 600-ashoz, DL 650-eshez, tehát középkategóriás túramodellekhez is kínálunk nagyon értékes gyári extrákat, amik most június végéig az alapárban értendők, tehát alapárban lehet megvásárolni. Itt nagyon sok apró részlet van, hogy épp melyik motorhoz mi, hány, stb. Tehát, hogy hány féle extra és mik tartoznak bele. Erről pontos felegesítást a márkakereskedők tudnak adni, illetve a www.suzuki.hu oldalnak a motorkerékpár ágában lehet információkat szerezni. Szűkültek csapatok, tehát nem minden csapat ugyanakkora, de vannak támogatott versenyzőink és bajnokság vezető versenyzőink motocrossban, vannak versenyzőink a gyorsulási versenyeken. Rizmaier Gábor, ő az IDM-ben szerepel, őt a német Suzuki-val, a Suzuki International Europe-val közösen támogatjuk ebben az évben. Bitter Sándor, ő a tőle megszokott őrült versenyeken, nem tudom, hogy fogalmazzam meg, de ezt nagyon lehet másképp, viszi tovább, tehát ahol csak tud, elindul, és hát a motorsport szinte teljes palettáján valamilyen módon képviseltetve vagyunk, és hogy mondom, ez fontos is számunkra.